2020-ban hoztuk létre Budapesten az első okotantermet, és ennek a sikere egyértelművé tette, hogy szeretnénk folytatni. Célja a projektnek egyértelműen a gyerekek környezettudatos nevelésének elősegítése, hiszen a DSMIS elsődleges és legfontosabb prioritása a fenntarthatóságot és a körforgásos gazdaságot beépítse a mindennapokban. DSMIS Charity Fundon keresztül 5000 fonttal járult hozzá DSMIS a projekt megvalósulásához, és nem utolsó sorban a kollégáink aktív közreműködésével. Mondta nekünk egy kislány azt, hogy ő igazából egy olyan helyet szeretne, ahova el tud egy picit vonulni, de hogy egy picit nehezebb oda bejutni, fel lehet rá mászni, de nem biztos, hogy olyan magasra, de hogy le tud ülni, és ezek voltak azok igazából, amik így elindítottak minket. Kezdettől fogva nagyon fontos volt számunkra az, hogy ha ez egy ökotanterem, akkor a lehető legjobban illeszkedjen ahhoz a helyszínhez, ahol lesz. Tehát magukat, a fákat szerettük volna egyrészt megtartani, másrészt pedig valahogy egy picit belefoglalni ebbe az egészbe, amit mi tervezünk. Jó itt kint lenni, a szabadba. Én úgy gondolom, hogy minden órát lehetne itt tartani, mert nem be vagyunk zárva, izgulunk, feszülünk, hanem veszünk egy nagy levegőt, és könnyebben megy a tanulás is.